Református templom. A nyírbátori református templom az ország egyik leglátogatottabb műemléke. A templom építtetője Bátori István erdélyi vajda és a kenyérmezei csata hőse, aki jelentős szerepet játszott a várkastély és a minorita templom építésében is. Az építkezés valószínű kezdetének dátuma 1484, befejezése 1511. Az épület egyetlen hatalmas teremből áll, melynek délnyugati sarkához kisméretű, négyszögletes alaprajzú lépcsőtorony kapcsolódik. A templom elválaszthatatlan része a mellette álló 1640-ben erdélyi mintára készült faharangtorony. A tölgyfa gerendákból ácsolt közel 30 méter magas torony Magyarország legrégebbi és legnagyobb faharanglába. A felújítás során a templom új turisztikai látványelemekkel is bővült. A toronyban felújított lépcső mellett lift kapott helyet, így bemutatható és látogatható az Európában egyedülálló ácsolt, helyreállított fedélszék.